A vonalban Tóth Richárd, telefonon értük utol, Deauville-ben. Ugye tennap kiderült, hogy a Tempo Castas Pro csapat tagja lettél. Mondanál nekünk erről egy pár szót? Hát, nagyon örülök neki, nyilván. Ez a tegnapi nap, illetve a tegnap előtti nap, ugye, ahogy kiderült ez az egész, ez kicsit furcsán sikeredett, sem a sztár, sem az én részemről nem ez volt az előzetes terv, de aztán úgy alakultak a dolgok, hogy így kellett úgymond kiderülnie. Ugye a sztárnak a sajtónyilatkozata még nem jött ki ezzel kapcsolatban, aminek az első lépésnek kellett volna lennie a kommunikáció során. De az, hogy ez egy EPT-n kiderült, az azt szerintem annyira nem nagy baj, illetve hát megmondom őszintén, hogy nekem is már nehezemre esett úgymond titkolózni, vagy titokban tartani ezt az egészet. Mikor szereztél te tudomást erről? Mióta tudsz erről? Hát azért itt ez egy hosszabb tárgyalás sorozatnak az eredménye. Ugye jutottunk odáig, hogy ugye egy hete, vagy pár nappal ezelőtt aláírtuk a szerződést, és azért ez a tárgyalás sorozat gyakorlatilag már decemberben elkezdődött, és akkor formálódott ez az egészet, a körben alazódott az, hogy azért itt könnyen születhet köztünk megállapodás, tehát én azért már régebb óta nyilván tudok erről, vagy sejtem ezt a dolgot, de az aláírás volt az, ami a végső konfirmálás volt. És mik a feladataid most a Pókersztársznál? Mit várnak el tőled? Mik a tervek a közeljövőben? Hát nyilván a Stars az a Starsnak, a pókernek, a magyarországi pókernek a megfelelő képviselőjének tart azáltal, hogy ők kiválasztottak erre, és hát természetesen ennek a feladatnak a tőlem. Nem feltétlenül arról van szó, hogy versenyeken nagy eredményeket elérjek mindenhol, ahol elindulok természetesen, hanem inkább arról természetesen, amellett, hogy jól is szerepeljek, hogy megfelelően képviseljem a Stars-ot, a Stars-nak megfelelő, a Stars által kialakított eddig image-et, én megfelelően vigyem tovább, és tényleg a úgymond igazi nagykövetté váljak ennek a szervezetnek, Pókersztársnak és magának a magyar pókernek, és általában a pókernek. Úgy gondolom, hogy a Pókersztársz ezzel egy nagyon jó lépést tett, és a megfelelő embert választotta ki. Ahogy tegnap láttuk a fórumokon is, szinte mindenki gratulált, és abszolút mindenki úgy gondolja, hogy te vagy a megfelelő ember erre a feladatra. Gratulálunk még egyszer, és sok sikert kívánunk a jövőben. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm.